Ismét egy képátadási, egy galéria átadási ünnepségre került sor a Nagykanizsai Kórházban. Boldog vagyok, amikor ilyen rendezvényeket tarthatunk, mert egy kicsit pluszt viszünk az itt dolgozó emberek életébe. És nem csak az itt dolgozó emberek életébe, hiszen ez a galéria, ez nem nagykanizsai, és nem is magyarországi eredetű. Egy Sri Chinmoy nevű ember a múlt században, 2007-ben halt meg, de készítette ezeket a képeket, aki egy spirituális guru, egy gondolkodó, egy olyan ember volt, aki kicsit másképp látta a világot, mint a nyugati emberek ma általában, és ezt az újfajta gondolkodást próbálta közvetíteni az emberek felé. Az életét Indiában kezdte, és ott egy spirituális közösség tagja volt, és megtanulta azt, hogy az életben a legfontosabb dolog a nyugalom, az önmagunknak az elfogadása, a boldogság, a szeretet, az önfeláldozás, az önodaadás, és ezt a gondolkodásmódot próbálta a nyugati világ felé is közvetíteni. Életének a második felét New Yorkba töltötte, ahol az első 33 évben megtanult, megtapasztalt gondolkodásmódot próbálta a nyugati világban meghonosítani. Kisebb-nagyobb sikerrel. Természetesen egy olyan gondolkodó közösséget hozott létre, aminek ma a világszerte közel 100 alapítványa működik, így Magyarországon is működik egy alapítvány, akik gondozzák az ő szellemi hagyatékát. Az életének, a gondolkodásának a lényege az volt, hogy a nyugati rohanó világban, ahol rengeteget kell küzdeni az embereknek, egy belső békével, nyugalommal, szeretettel sokkal többet érhetünk el, mintha nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. És emellett természetesen a céljainkat ugyanúgy meg tudjuk valósítani, és ha megvalósítjuk a céljunkat, akkor menjünk tovább, mert az önmegvalósítás az egyik legfontosabb dolog az ember életében. Ő írt, festett, gondolkodott, zenélt, és hát a festészetének egy szeletét hoztuk ide a Nagykanizsai Kórházba ma. Ezek a képek, ezek a szellemi nyugalmának a termékei. Ő azt mondta, hogy ő úgy szeret dolgozni, hogy eléri ezt a testi nyugalmat, lelki nyugalmat, békét, amikor a teste már csak eszköz a művészethez, és gyakorlatilag kiadja magából azt a fajta boldogság, szellemi világot, spiritualitást, amit egyébként ő abban a pillanatban átélt. Képei gyorsan festette, percek alatt jöttek létre ezek a képek, a legkisebbtől a legnagyobbik is akár. Tele vannak a képek színekkel, dinamikával. Általában non-figuratív képeket festett. A madár motívum jelenik meg a képeken gyakran, de ő a madarat nem mint madárként jeleníti meg, hanem mint a lelki kisugárzásának egy töbletét. És ezzel próbálja ő közvetíteni azt a boldogságot, azt a pozitív gondolkodásmódot, amit az emberek felé szeretne megnyilvánítani. Amiért szerettük volna, ha ez a kiállítás ide jöjjön a Nagykanizsai Kórházba, az pont ez. Rengeteget dolgoznak a nővéreink, az orvosaink, bárki ebben a kórházban. Fenyeget bennünket a kiégés, fenyeget bennünket az, hogy belerokkanunk abba, amit csinálunk, mert a napi rohanó világban nincs idő arra, hogy egy kis nyugalmat lejjenek a dolgozóink. És talán ha ezeket a képeket kirakjuk a falra, hiszen ezek a képek itt maradnak, akkor lehetőség adódik arra, hogy egy percre megálljanak, megnézzék az apró részleteket a képekben, és ismerve a képek születésének a történetét, talán egy kicsit pozitívabban látják a mindennapok rohanó világát a dolgozóink. Szeretnénk segíteni abban, hogy jobban érezzék magukat, és ha jobban érzik magukat, akkor talán a betegeken is segíteni tudunk. És hát nyilván ez a legfontosabb célunk itt a Kanizsai Dorottya Kórházban.